Hello. Hello. Hi. Be tudsz engedni? Dolgoznom kéne. Hello. Hello. Hi. Hello. Hallod? Szerencsétlen. Nem tudja, hogy itt van az ajtó. Egy csengő beépített kamerával és mikrofonokkal. Ez a Reolink Video Doorbell, egy okos csengő, ami az ajtómon figyel lassan 2 hete. Nézzük, hogy mit tapasztaltam, de előbb nézzük, hogy hogyan került a helyére. Mielőtt azonban belevágnánk, egy pár szó a csatorna szponzorától, a CDKey Offers-től. Unod már, hogy a Windowsod még mindig nincs aktiválva? Nos, erre úgy gondolom, hogy van egy megoldásom. Ha felnéztek a cdkeyoffers.com weboldalra, akkor ott találtok igencsak jó áru Windows kulcsokat. És, hogyha berakjuk őket a kosárba, valamint használjuk az ANO25, vagyis ANO25-ös promókódot, akkor további 25% kedvezményt kapunk az amúgy is olcsó termékkulcsunkért. Megveszitek, beírjátok, aktiváljátok, boom! A gépetek készen áll. Ó, hogy már aktiválva van a gépetek, de most az Office-szal szenvedtek. Nem fogjátok elhinni. Ismételten nézzünk fel a cdkeyoffers.com-ra, ahol bizony Office kulcsokat is találtok majd, és, el nem hiszitek, erre is használható az ANO25-ös akciós kód. Szóval, kód a leírásban, és linkek a leírásban. Köszönöm a cdkeyoffers-nek, hogy fizetik az e-havi rezsimet, és most tovább a kontentre. A csengő a lakáson kívül helyezkedik el, és 2 mód van az áram ellátására, illetve az adatátvitelre. Az egyik a PoE, vagy Power Over Ethernet. Ehhez egy olyan switchre van szükségünk, ami képes konkrét feszültséget küldeni egy Ethernet kábelen keresztül, illetve nyilván azon a kábelen keresztül kommunikálna majd a külső egységgel. A másik megoldás pedig egy egyszerű tápkábel használata és Wi-Fi. Érthető okokból én a másodikat választottam. A dobozban lévő kiegészítőkkel minden helyzetre fel leszünk készülve. A fali adapter egy 1 méteres kábellel érkezik, amihez egy 15 centis és egy 3 méteres toldást használtunk attól függően, hogy hová szeretnénk felszerelni a kisöcsköst. Nekem elég volt a rövidebb toldás, aminek a 2 érintkezőjét csavarokkal kellett rögzíteni. Érdekes volt elsőre, hogy nem egy szoknyos tápcsatlakozót használ, de ez biztonságosabb kültéren és nagyobb eséllyel kompatibilis mondjuk előzőleg kivezetett kábelekkel. Következő lépésünk, felfogatni a csengőt. Ezt tehetjük falra a mellé kapott tiplikkel és hosszabb csavarokkal, vagy akár ajtóra is szerelhetjük, és mind a kettő esetben használtunk egy kis éket, amivel a kamera jobb pozícióba állítható. Itt annyi helyesbítést mondanék, hogy én nem feltétlenül ajánlom ajtóra helyezni, ez nem is rakható igazából ajtóra, hogyha úgy nézzük, mivel ez a felfogató pántja magának a kamerának, és itt látjátok, van ez a gödör rajta, itt kéne, hogy keresztül jön az a tápkábel, ami nekem csak megy el így a fal mellett, és megy be az ajtó mellett. Ennek benne kéne lenni a falba, körülbelül az a kábel, mint ami ellátja árammal ezt a csengőt. Na most nyilván én nem így oldottam meg a dolgot, de ez az én hülyeségem. Ne kövessétek a példámat. Azért nem használtam az itt lévő kábeleket, mert ez ki van kötve. Itt nincs semmi. A Reolink alkalmazásban egy nagyon részletes lépésről lépésre szóló leírás fogunk találni, ami kisegíti még a papíralapú leírásunkat, amit alapból kaptunk a csengő mellé a dobozban, és ezek ketten olyan szintű kéztartást fognak nekünk nyújtani, amivel még egy olyan ember is nyugodtan nekiállt a felszerelésnek, aki életében nem fogott csavarhúzót. Itt volt az idő csatlakoztatni a csengőt a hálózathoz és hozzáadni az alkalmazáshoz. A párosításhoz le kellett olvasni a csengő hátán lévő QR kódot, és kész is voltam. Felszerelés után a használata kifejezetten egyszerű, csak megnyitjuk az alkalmazást, kiválasztjuk ugye magát az eszközt, amit felszereltünk éppen, és már láthatjuk is a képet, amit élőben közvetít nekünk a kamera. Abban az esetben pedig, hogyha mobilneten lennétek, és úgy nyitjátok meg az alkalmazást, akkor felajánlja, hogy lejátsza az élő képet, csak ugye alapból nem indítja el, hogy a mobilnetünket ezzel ne fogyassza le. Ez egy nagyon menő feature. A kamera felbontása 5 megapixel, ami 2K-s felbontást jelent, és ez egy igencsak tiszta, jól látható képet eredményez majd. A kamera képe 4:3-as, ezt nem tudtam megváltoztatni, de a hatalmas látószög miatt ez nem is volt probléma. Mondjuk amikor az alkalmazásban nagyítok, akkor kihasználhatná a teljes képernyőt, ez nagyon furcsa volt, hogy nem csinálta. A kamera automatikusan alkalmazkodik majd a fényviszonyokhoz, legyen szó napsütésről vagy borult égről, és még sötétben is igencsak jól lát az éjjellátó funkciónak köszönhetően, ami meglepően jó fényt ad egyébként neki, és teljes vaksötétben is tökéletesen látjátok majd, hogy mi történik a házatok előtt. Hogyha egyébként elég sötét van, akkor a csengő gombja körül elkezd világítani egy gyűrű, hogy sötétben is megtaláljuk, hol kell csengetni. Hogyha valaki becsenget, akkor 2 dolog történik.
Először is a mellékelt beltéri csengő kiad egy hangjelzést, ennek a hangerejét és a dallamát azt állíthatjátok magán az eszközön a rajta lévő gombokkal, vagy pedig az alkalmazásból. Illetve kapunk egy értesítést telefonra, amire kattintva meg is nézhetjük, hogy ki van odakint. Ekkor lehetőségünk van beszélni az említett személyhez az alkalmazáson keresztül. A csengő lévő kamera természetesen képes videófelvétel készítésére is, ezt elindíthatjátok az alkalmazásból, vagy pedig beállíthatjátok, hogyha valaki csenget, akkor mondjuk készítsen egy fotót arra az emberre, és azt küldje el nektek, vagy akár ilyen előre idő rögzített videófelvételt is készítettek, hogyha mondjuk tudjátok, hogy egy bizonyos időszakban szeretnétek rögzíteni azt, ami történik. Emellett a csengő mozgásalapú figyelmeztetése és videófelvételre is alkalmas, itt nyilván van egy olyan felületünk, ahol ki tudjuk satírozni, hogy melyik részeken figyelmeztessen minket a kamera, hogyha mozgást érzékel, mert például, hogyha a kamera egy utcát néz, akkor ne minden egyes elhajtott autónál küldjön nekünk egy értesítést, az elég idegesítő lenne. Fotók és videók rögzítésére egyébként szükségünk lesz egy microSD kártyára, amit a külső egységben kell elhelyeznünk, és ez elsőre nem tűnik olyan biztonságosnak, mert nyilván kültéren van a külső csengőben az adathordozó, hogyha azt valaki leszedi onnan, akkor adios felvétel, de van lehetőségünk egyébként a Reolink Cloud szolgáltatása előfizetni, ami minden felvételt, amit a kameránk csinál, szinkronizálja oda fölfele, vagy pedig továbbíthatjátok a felvételt egy FTP szerverre, hogyha szerettétek. Összességében ez egy nagyon könnyen felszerelhető és beállítható, könnyed felhasználói felülettel rendelkező okos csengő, ami ráadásul még Google Home integrációval is rendelkezik, szóval hogyha Google alapú okos otthonotok van, akkor abban is be tudjátok ugye építeni ezt a kamerát. Sajnos HomeKit az nincsen hozzá, pedig milyen menő lenne, ha, de sajnos HomeKit-tel nem kompatibilis. Az ára olyan nagyjából 50 000 forint, amivel már inkább a borsos oldalon van, mivel mondjuk a Xiaomi-nak a Smart Doorbell 3-as az 30 000 forintért, nagyjából ugyanezt a feature setet hozza, így csak ti tudjátok eldönteni, hogy nektek melyik tetszik jobban? Nektek mennyire jött be ez a termék? Nekem egyébként határozottan. Szeretném megköszönni a Reolinknek a lehetőséget, hogy ezt a videót elkészítettem a doorbelljükre, és most már nekem is van egy nagyon ügyes és okos kapucsengőm. Már legalább 3-szor használtam. Az a baj, hogy ez inkább ilyen külvárosban, illetve falun lenne értemes használni, mert így a belvárosban ugye van egy csengő kint az épületen kívül, és oda nyilván nem fogod felszerelni, mert nem. Ja, szóval ez nem egy nagyvárosi termék, ez a problémám igazából.